Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Licom Televízió kedves nézőit, a Sport című magazin műsorunkkal itt keddeste a Licom Televízióban. Kosárlabdával foglalkozunk, mai témánk a kosárlabda lesz, tehát az EKF Egerhész csapatával. Egészen pontosan köszönöm a stúdióba Váci Pétert és Szerdahelyi Ádámot. Sziasztok, fiúk! Ugye az EKF Egerhész csapatának vezetőedzőjét és játékosát, csak hogy kerek legyen a történet. Hát kosárlabdával fogunk beszélgetni a mai napon, és hát igazság szerint ti vagytok úgymond a legfittebbek, hiszen januárban ti kezdtétek el legelsőként a 2013-as évet, de azért valahol ez a tendencia is, meg így is szokott lenni, hogy azért a kosárlabda a másodosztályban nem nagyon van leállás itt a december és január között. Ugyan maximum annyi pihenőt kaptatok most, vagy a fiúk kaptak, hogy hát idén sajnos a Hepkupában nem sikerült a legjobb négy közé jutni, ugye az mindig január legelején azzal szokott kezdődni az új év. Erről beszéljünk kicsit, erről az idei bajnokságról. Ugye jelen pillanatban a harmadik helyen áll a csapat, majd később ezt is láthatják kedves nézőink, a tabella hogyan áll, illetve mik voltak a hétvége további eredményei. És hát tényleg erről az idei keleti csoportról, hiszen hát azért volt benne, én úgy gondolom, tanulság is, meg hát voltak nagyon jó mérkőzések is. Kicsit itt az őszt összefoglalván, kitérjünk át akkor a januári időszakra. Peti, téged kérlek erre. Azt mondhatom, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, mert én is sajnálom a Hepkupát, de hát azzal a Kecskeméttel kerültünk össze, aki szerintem veretlenül fogja itt az egész NB1-t megnyerni. Abból viszont örültem, hogy úgy érzem, hogy játékosok frissebbek voltak ebbe a januári bajnoki időszakban, ami eddig eltelt, mint az elmúlt években, ahol ugye már az első hétvégén a Hepkupa okán érkezéseink voltak, úgyhogy nem jutottunk be, viszont úgy gondolom, hogy ez a bajnoki mérkőzésekből egy kicsit pozitívabban jöttünk ki, mert a megfelelő pihenő idő az jót tett a csapatnak. Én nézegettem, amikor készültem erre a beszélgetésre, néztem, hogy gyakorlatilag ugye úgy állunk a tabellán, majd tényleg későbbekben lehet nézni, hogy 13 mérkőzést játszottatok ide a szezonból, 9 győzelem és 4 vereség. Én úgy gondolom, hogy talán egy meccs, ami úgy megkérdőjelezhető, a Baját jó lett volna itthon megverni, a többi szerintem abszolút úgymond helyén van, hiszen azért a Kecskemét az gyakorlatilag egyik csapattal sincs egy súlycsoportban itt a keleti csoportban, de hát szerintem nyugatról is verni fogja majd a rájátszásban az ellenfeleket, illetve hát ugye Salgótarjánban kikaptunk, ami szintén úgy gondolom, hogy Salgótarjánban ki lehet kapni. Tehát hogyha ezt a három meccset nézzük, van ez a három vereség, az a Bajai itthoni talán, ami kicsit fájó lehet, akkor biztos, hogy egy picit bentebb lennénk. Hát én azt mondom, azt beszéltük a srácok, és ha most az elkövetkezendő négy mérkőzést meg tudnánk nyerni, ugye ezben van egy Bajai idegenben, meg egy Salgótarján itthon, ami igazából húzósabb, persze nem lebecsül a másik két mérkőzésünket, akkor pontosan a tavalyi mérlegünkkel végeznünk, ami azt gondolom, hogy egy jó teljesítmény lenne, azt mérlegre téve, hogy a Kecskemét közben megjelent itt a csoportunk, meg a Salgótarján se vállalt el a magasabb osztályban való szereplés, de természetesen ehhez még a ellenfeleknek is lesz szavuk. Én is úgy gondolom, hogy egy mérkőzés, ami fájó, a Bajai hazai vereség, viszont ami pozitív, hogy én úgy érzem, hogy az utóbbi egy hónapban játékminőségben jobb játékot produkáltunk, mint az előtt levő időszakban. Szerdati játékosok, hogy látjátok ezt a bajnokságot? Gondolok itt arra, hogy azért tavaly volt egy nagyon jó kis bajnokság, emlékeztetünk, hogy a versenykiírás is más volt, és hát azért ott sokáig benne volt a levegőben mondjuk egy bajnoki döntő, meg akár egy bajnoki cím is. Idén teljesen más a képlet, hiszen én úgy gondolom, azért mindenki elkönyvelt, hogy van a Kecskemét, és akkor utána van egy másik bajnokság. Ti hogy látjátok ezt? Hát attól függetlenül szerintem összességében az idei szezon ez sokkal megterhelőbb minden játékosnak, mert ugye bár minden egyes vereséget tovább viszünk majd a rájátszásba, emiatt minden mérkőzésnek roppant nagy súlya és felelőssége van, és ezért is örülök neki, hogy a nálunk papíron gyengébbnek titulált csapatokat mi könnyedén tudtuk abszolválni. Gondolok itt például az Óbudai Kaszásokra, aki azért elkap. Például a Tarjántot megverték, ugye? Jól emlékszem? Igen. Meg a Baját is? Baját is. Tehát ugye erősebb csapatokat elkapnak, és ezek a veresek nekünk ezek mind jól jönnek, miután meg tudtuk őket verni. Hát igen, hogyha mondjuk öröm az ürömbe itt a Kecskemétet tovább boncolgat, vagy hogy igazság szerint, hogy ugye nem nagyon kalkulálhattunk azzal, hogy őket meg tudjuk verni, hiszen tényleg hát jobb csapatról van szó, viszont hát tényleg az az öröm ebben az egészben, hogy más se nagyon. Tehát mondjuk a riválisok is, amikor a Kecskemétre érkeznek, hogy fogadják őket, akkor gondolom, hogy papíron ti is úgy számoltok, hogy igen, akkor hozzuk a meccset, akkor közelebb lehet lépni a riválisokhoz, és így történt ez most a hétvégén is, mert
mert ugye a Baja kikapott a Kecskeméttől a hazai környezetbe közel 20 ponttal. Én akkor javaslom azt, hogy nézzük meg most az elmúlt hétvége eredményét, kicsit beszéljünk erről, és akkor folytatjuk majd innen a témát. A 14. fordulót rendezték az NB1-be keleti csoportjában, íme az eredmények: EKL Fegerhész, Enter Hód Vásárhelyi KS, igen, az Enternet ez a régi neve volt a Hódmezővásárhelyeknek, 106-76 lett a vége, 30 pontos hazai győzelem a fiúktól. Hát úgy hallottam, hogy Krasznai Tibi parádézott leginkább, aki 40 pontot termelt. Milyen volt ez a mérkőzés? Természetesen a teljesítménye mellett nem lehet elmenni szó nélkül, mindenféleképpen egy nagyon jó teljesítmény nyújtott, de én azt gondolom, hogy minden egyéni jó teljesítmény, ez csapatsportában kellett hozzá a csapat is, és úgy szerintem úgy unblock csapat szinten, főleg a második fél időben teljesen megérdemeltem múltuk fel ilyen arányban is a Vásárhelyt. Nem az első 100 pont fölötti győzelem ez, már úgy, hogy 100 pont fölött dobtok egy mérkőzésen, és hát itt januárban is volt ebben bőven részünk szerencsére. Tényleg úgy látszik, hogy én nem is mondom, hogy gödörbe volt a csapat, mert hát itt az előbb boncolgattuk, hogy milyen vereségeket szenvedtünk el. Tehát mondhatjuk, hogy jó formában van most a csapat? Peti, akkor először válaszolj, aztán szerda meg, mert nyilván más egy vezetőedző kintről, mint egy játékos bentről. Én mondom még egyszer, amit mondtam az interjú elején, és az utóbbi egy hónapban érzek egy olyan csapatban egy olyan pozitív változást, ami az eddigi, hogy mondjam, megbízhatónak nevezhető teljesítményt felemelte egy jó teljesítményre, vagy egy jó színvonalú teljesítményre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy most javultunk, de majd a következő négy meccsen kiderül, hogy ez mit ér. Belülről milyen a helyzet? Hogy érzed? Én egy nagyon picit máshogy gondolom. Úgy érzem, hogy a csapat ebben a szezonban ez egy folyamatosan javuló tendenciát mutat. Tehát én nem azt mondanám, hogy ez a január volt, ami ilyen nagyon meghatározó, hanem az, hogy ősztől kezdve szépen egyre folyamatosan érünk össze, és én inkább ezt látom, hogy ez látszik, és főleg támadásban, nem is védekezésben inkább, mert az eddig nem volt probléma. Itt folytatjuk, nézzük a többi eredményt. Az Óbudai Kaszások otthon 83-74-re verték meg a Deac csapatát. Ez egyáltalán nem meglepetés, maximum az, hogy csak 9 ponttal, nem? Hát ha azt nézzük, hogy a Deac az előző fordulóban Baján nyert, akkor a debreceni gárdával én azt gondolom, ha valaki lebecsül, akkor problémák lehetnek belőle. Valószínűleg a Kaszások már az előző eredmények miatt nem becsülték le. Nem rossz csapat az a Deac, az más kérdés, hogy azért őket egy előlévő csapatnak azért verni kell. Mezőberény Salgótarján 87-102, hát ez szintén nem meglepetés, úgy gondolom az a győzelem aránya is. Hát igen, csak ami tanulni lehet ebből a meccsből, ami számunkra, hogy 30 pontos első negyedes vezetés után a Salgótarján 10 pontra felengedte a Mezőberényt. Tehát a Salgótarjánt azt 40 perces mérkőzésen kell megverni, tehát sose szabad majd kétségbe esnünk az elején, nem mi vezetünk, mert a Salgótarjánnak nem olyan a kondíciója, mint a többi csapatnak, ezt tudjuk, hogy miért. Legalábbis azt mondom, nem az egész csapatnak, és hajlamosak leereszteni egy-egy mérkőzés alatt. Tiszaújváros Nagykörös 93-81, hát ez is egy meglepet, vagyis papírforma eredmény, illetve a végén a forduló rangadója Bajai Bácska Kecskemét 63-84, hát itt 21 pontos kecskeméti győzelem, ugye ez is abszolút papírforma. Nézzük, hogy áll a tabella. Kecskemét továbbra is 100%-os mérleggel listavezető, második a Salgótarján, és harmadik az EKL Fegerhész csapata, a negyedik pedig a Baja. Látható itt azért elég kemény a tömörülés, és hát az Óbuda is 8-6-os mérlegével gyakorlatilag egy győzelemmel van csak lemaradva a Baja mögött, tehát azért lehet, hogy meg lesznek itt érdekes dolgok a playoff szempontjából. Beszéljünk kicsit még itt az ősz és a most az évelei időszakról. Az előbb azt boncolgattuk, azt a témát, hogy többször a csapat 100 pont fölé ért ebben a szezonban. Nem volt ez mindig így ősszel, és hogyha valamikor azt vizsgál, tudjuk azt vizsgálni, hogy mikor és mik voltak a holtpontok, akkor én úgy gondolom, hogy az elég sarkalatosan meg volt fogalmazva az ősszel, hogy bizony a dobó százalék az nem valami fényes. Hangsúlyozom, ez ősszel volt, ezekből a 100 pont fölötti győzelmekből úgy tűnik, hogy minden rendben van. Mi változott? Majd mindjárt meghallgatjuk Szerdát is, de én nem tudom, én abban reménykedek, hogy nem az a nyitja ennek a dolognak, hogy január hónapban nem volt még szorgalmi időszak, és minden nap, minden héten ugye órákra kell járni, és az azért, akár iszi, akár nem, valaki az azért megterhelő tud lenni. Ugye a vizsgai időszakra egy-egy tantárgyra kell készülni, az valahol szabadabb a nap, és többet tud pihenni azért az ember. Én például most nem akarok egy embert kiemelni, például Máté Balázsról látom, hogy az neki, amikor a szorgalmi időszak volt, akkor eléggé megterhelő volt az iskola, és amellett még a jó teljesítmény, most januárban kimondottan jó teljesítmény nyújt, de itt mondhatnám a csapat más részére is, de csatlakozni tudok a
szerdához, hogy valószínűleg, hogy a egyre jobban felfelé ívelő formánk ebben is megmutatkozik, hogy jobb a dobó százalékunk. Akkor amit most mondtál, azt akar jelenteni, hogy az egri kosárlabda barátok, az ének rettegnő kezdődött a tavaszi fél év most a héten, és hát majd megremegnek a kezek újból? Ne kezdenek rettegni, csak akkor egy kettős terhelés alatt mindig nehezebb egy picit. Te hogy érzed szerda, akkor Peti az előbb már itt adta, passzolta neked a labdát, így mondta akkor kicsit kosárlabda nyelven. Én abszolút egyetértek, hogy Balázsnak ugyebár ez az első fél éve volt mesterszakon, és biztos, hogy ez az újdonság, meg ez a sok óra, ez neki megterhelő volt, de ugyanígy egyébként én Tipcsit is kiemelném, aki meg nagyon, tehát ő a sérülése után úgy tért vissza, hogy nagyon ráment a fizikális kondícióra, és hogy ez meglátszott szerintem a dobásán, és most találja meg szerintem azt az igazi dobóformát, ami ő tud képviselni. És emellett szerintem még az, ami tényleg kezd változni, hogy egyre gyorsabb a játékunk. Tehát egyre több a leindításunk, egyre gyorsabban mozgunk a pályán. Peti, nem tudom, emlékszel arra, amikor évelején valamikor, már nem most 2013-ban, hanem a szezon elején voltál itt a stúdiónkban, és itt a kamerák előtt azt mondtad, hogy egy olyan fajta játékstílust szeretnél meghonosítani Tegerben, ami kicsit ilyen NBA stílus. Hát most beszéltük pont a meccs után, hogy a mi csapatunkban nincsen klasszikus ötös center. Van négy egy magasságú centerünk, ugye a Robi, a Sanyi, Szerda, meg a Fafa, és ott mellette még az U23-ban is ugyanilyen magasságú, ugyanilyen posztos emberek vannak. Tehát ha mi leállunk állandóan pozíciós játékot játszani, az nem a mi játékunk kellene, hogy legyen. A mi játékunk az kellene legyen, amit most például a Vásárhelyen játszottunk, hogy azért is tudtunk 100 pont fölé jutni. Egy az, hogy elég jól dobtunk, kettő rengeteg leindítás és rendezetlen védelem elleni kosarunk volt. Úgyhogy ennek kellene, valahogy ezt a stílus kellene képviselnünk. Persze, hogy mindig több a hibázási lehetőség, főleg ha egy tabell elején lévő csapat ellen játszunk. Azt mondtad még itt erre a stílusra visszatérve, ugye a szezon elején, hogy ennek része egy agresszív letámadó játék is. Hát azt nem teljesen sikerült még megvalósítanunk. Azt mondom, hogy inkább próbáltunk egy másfajta zónát, mint amit általában a csapatok játszanak. Több-kevesebb sikerrel volt, amikor működött, volt, amikor kevésbé, de például az első fordulóbeli nagyon értékes győzelmünket Óbudán nagy részt a zónának köszönhetően adottuk. Szerda, neked melyik az a kedvenc játék stílus, vagy játék felfogás, amiben úgy gondolod, hogy te igazán jó vagy? Tehát az előbb itt mondta Peti, hogy ez a pozíciós játék, ez itt az azonos méretű centerek miatt nem igazán a mi játékunk. Te is jobban szereted ezt a gyorsabb, futósabb játékot? Természetesen nekem is jobban fekszik ez a stílus. És még a sok 2-2 elleni játék. Tehát szerintem az, ami csapatunknak, ami fekszik, ami rugalmasabb egy kicsit. Abban azért egy kicsit szabadabban tudnak mozogni a játékosok, és szerintem vannak olyan kreatív mezőnyjátékosaink, akik meg tudják oldani ezeket a szituációkat. Mondjuk ez a játék felfogáshoz a fizikum is kell bőven, tehát gondolom, hogy azért a nyári hónapokban második felében alaposan megizosztott titeket a szakmai vezetés, mert hát azért egy ilyen futós, lerohanásos játékhoz bírni kell 40 percig. Nem csak nyáron, hanem így menet közben azért a hétnek a felépítésében azért a létrás gyakorlatok, vagy elég sok lerohanás, rendezetlen védelmi játék, amihez azért kell a kondíció, szerintem az megvan, én nem hiszem, hogy azzal a problémánk lenne. Ha vereséget szenvedünk egy csapattól, akkor nem a kondi miatt szoktunk. Na kicsit tekintsünk akkor előre is, az előbb Váci Péter azt mondta, hogy 4 darab mérkőzés lesz még az alapszakaszból. Nézzük ezt, hogy miként is alakul az alapszakasz vége itt az EKF Egerhész csapatának. Legelőször a Tiszaújváros érkezik most szombaton 18 órakor az Eszterházi csarnokban. Hát úgy gondolom, hogy ezért ezt a mérkőzést nyerni kell. Tiszaújvárosban is nyerni szoktunk általában, itthon elnök meg pláne. Ez tehát most szombaton 18 órakor. Tiszaújvárosról hát ismerjük őket. Tehát hát gondolom, talán őket ismerjük a legjobban egyébként az összes csapat közül, úgyhogy remélem, hogy győzelemmel fogjuk ezt abszolválni, ezt a mérkőzést, azzal is kell, mert egyszerűen a Tiszaújváros nagykörös hazai meccs, ami van még a négy fordulóban, az a kötelező kategória, itthoni Salgótarán, meg az Égen, meg Baj, az meg a rangadó, ahol bármi előfordul. Itt van akkor tehát a 15. fordulóban ez a Tiszaújváros meccs, és egy héttel később, tehát jövő hét végén Bajára utaznak a fiúk. Na hát akkor ott vissza lehet vágni, és hát úgy tűnik, hogy tényleg most a Baja nem a legjobb korszakát éli mondjuk ebben a bajnokságban, hiszen azért ez a két vereség, hát mondom a Kecskemét elleni az nyilván be volt számolva, viszont ez a Deac elleni váratlan zakó, hát ez finoman fogalmazva és elgondolkodható. Gondolom, hogy azért ilyenkor ti is felkapjátok a fejeteket, nem? És hát érzitek úgymond a vérszagot, hogy most kell rájuk lecsapni. Hát igen, így van, bár azért hozzá kell tenni, hogy most a Bajában rengeteg sérült volt.
Hát az Ágfalvi Bálint is meg. Nem is voltunk úgy. Tehát... Igen, mondjuk pont úgy kaptunk ellenük, hogy mindenki egészséges volt. Sajnos. És ott azért ez a, tehát, mondjuk a, tehát náluk a kezdőt és ez nagyon meghatározó. Nálunk is nagyon fontos, de náluk ez sok, még jobban, nagyobb súlyban van. És szerintem az Ágfalvi Bálint az, aki igazi kulcs szerepet játszik a bajai győzelmekbe. És ő, ahogyha jól emlékszem, talán a Deac ellen nem lépett pályára. Az utolsó előtti fordulóban érkezik a Salgó Tarján, február 23-a, este 18 óra. Én úgy gondolom, hogy ezt a dátumot be kell, hogy írják, ha az egri kosárlabda szerető polgárok vagy szurkolók a naptárba, mert hát ez az a meccs, amit azért minden évben nagyon-nagyon várnak a szurkolók, a játékosok, gondolom, meg hát aki szereti a kosárlabdát, azért ez mindig egy csemege szokott lenni itt az NB1-ben, és most nyilván beszéltünk arról, hogy nem az első osztályban vagyunk, de hogyha lehet azt mondani, akkor ez az NB1-B keleti csoportjának elklasszikója, nem? Igen, hát én már most kíváncsian várom Dániel Tamás kollégám magas sívű nyilatkozatait, mert a mérkőzés előtt és után. Nagyon jó színvonalas és fantáziadús nyilatkozatait, aminek köze nincs a valósághoz, de természetesen mi is nagyon várjuk ezt a mérkőzést, és, de azt mindenféleképpen, hogy mondjam, a csapattal majd meg kell értetni, hogy ugyan nagyon fontos, mert győzni kell, de nem szabad ezt túlihegni, hanem a pályán kell majd megmutatni ennek a Salgótarján csapatnak, hogy jobbak vagyunk. Két és fél hét múlva lesz tehát ez a rangadó, de hát úgy tűnik, hogy már ez a pszichikai hadviselés megtörtént, vagy megkezdődött. Kell itt valamit tudni, Dániel Tamás már most is célozgott erre a mérkőzésre, vagy lemaradtam valamiről esetleg? Nem, csak hát nála tudni kell mindig ugye, hogy ezekkel a rendkívül lényegre törő mondataival próbálja, hogy pszichikailag itt megtörni az ellenfeleket, de hát inkább megmosolyogtató, mint komolyan kellene ezeket venni. Itt erre a Salgó-Tarján meccsen még visszatérve, hát ősszel ugye kikaptunk Tarjánban, most viszont hát gondolom, hogy ez az a meccs, amikor igazság szerint Petinek vagy Széles Kovács tanárnak se kell úgymond sok mindenre motiválni titeket, nem? Mert azért ti is tudjátok, hogy mit jelent egy Eger-Tarján meccs. Fejben azért már valahol motoszkál bennetek, hogy két és fél hét múlva itt van a rangadó? Vagy még folyamatosan mindig a következő ellenfélre készültek? Hát szerintem még annyira nem motoszkál az ön játékosok fejében. Még de most már beletettem a bogarat. Igen, köszönöm. Nagyon is akartam köszönni. Nem, hát persze nagyon fontos mérkőzés, de nem szabad úgy hozzáállni, hogy már alapból egy kicsit feszült. Tehát, hogy mindenképpen nyugodtan kell elleni pályára lépni, mert azért játék intelligenciában nagyon magas fokon vannak ők, viszont mi meg fizikálisan, atletikusan szerintem őket hazai pályán fel tudjuk őrölni, akár egy nagyobb számú különbséggel is. Örülök, hogy a fizikális dolgot felhoztad, de pont erre akartam rátérni, hogy hát ugye erről beszéltünk most, hogy jó erőben van az egri csapat, jó erőben vagytok, viszont a Salgó-Tarjánról meg azért jönnek olyan hírek, hogy hát nem sokat edzenek ők, meg viszont Pesten járnak edzésre. Érdekes dolog ez, ugye Pesten a Honvédhoz járnak le, többen is edzésre, tehát edzenek azért ők, inkább úgy mondanám, hogy úgy együtt csapatként nem nagyon edzenek, vagy keveset edzenek, de amit még én nagyon mindenféleképpen meg akartam említeni saját magunkról, hogy amellett, hogy bízni kell a kezdőötösbe, az mindenféleképpen az utóbbi 3-4 hétnek a pozitív fejleménye, hogy azok a játékosok, akik a padról jönnek, azok is kimondottan jó teljesítményekkel szoktak előrukkolni, úgyhogy például egy Salgó-Tarján ellen ez lehet még egy fontos dolog, hogy ugye nekik is van egy-két játékosok, aki jön a padról, bár most ugye két játékosokat eltiltották több hónapra is, hogy nálunk a cserék, ha tudnak olyan teljesítményt nyújtani, mint az utóbbi hetekben, akkor az nagyon nagy fegyvertény lehet. Mi volt ez az eltiltás téma? Hát a Debrecen beküldött egy videót a szövetséghez az ottani mérkőzésről, és az alapján a kis Karcsit egy hónapra, fiatalabbik Surmant pedig 3 hónapra tiltott el a szövetség, egy könyökléses történetek miatt. Hát az nem baj nekünk, lehet, hogy a Surman. Hát őt nem. A Karcsit nem is bánnám, ha visszajönne a mi mérkőzésünkre, mert ő azért úgy elszokta eleszteni 12.3-asát is, ami nem megy be. Viszont a kis Surmant azt nem bánom, hogy nem, valószínűleg nem fog szerepelni ellenünk sem, mert nem akarom, hogy a csapaton valaki mondjuk megsérüljön az ő kis aláállásai miatt. Most azt mondtad, hogy a padról beszálló emberek is hozzáteszik, és én emlékszem, pont a Salgó-Tarján elleni meccs volt az, amikor talán a kezdőtös tagjai közül szinte senkinek nem ment, ugye Erdei Ádám azon a meccsen nem játszott, viszont pont a úgymond csere emberek közül volt több jó teljesítmény, akik révén gyakorlatilag tudtuk tartani a szintet. Mondjuk ez nem volt elég ahhoz, hogy mondjuk megfordítsuk az állást, de ha jól emlékszem, akkor a Babu játszott nagyon jól azon a mérkőzésen. Hát cserék, ugye Amdoksz, aki bejött, az jól játszott.
inkább az lesz az a pozitív mostanában, hogy a kezdőötös is jól játszik, de amikor csere van és frissítjük a csapatot, hogy bírjuk fizikálisan, igazán a nyomást az ellenfélen, akkor a cserék is jól játszanak. Muszáj vagyok megkérdezni, hiszen azért néha elő-elő bukanó dolog az, hogy ugye hát van egy játékosunk, egy nagyon jó játékosunk, Erdei Ádám, aki néha kicsit túlpörög a mérkőzéseken. Hát most nem volt rangadva egy jó darabig, most jön majd ez a Bajai, illetve hát ez a Salgó-Tarján meccs, ahol hát a tarjáni szurkolók őt is meg szokták találni veled egyetemben, Peti. És hát nem tudom, hogy ilyenkor őt kell-e külön készíteni ezekre a dolgokra, vagy milyenkor a feladat, milyenkor van egyáltalán valami koreográfia? Az igazság, hogy Ádámot ismerni kell, ő csak saját magát felkészíteni. Tehát, hogyha ő nem tudja saját magát kordába tartani, akkor senki nem tudja. Tehát ez mert azért arra biztos, hogy számítani kell, hogy lesz provokáció. Persze, az ember azért elmondja, de az igazság, hogy nem is szabad ezt nagyon túlspirázni, mert akkor meg egyszer már ezt megtettük a Hepkupa mérkőzés után, ott mondtuk, annyit beszéltünk arra, hogy kell viselkedni, hogy a végén azért nem is szerepeltünk jól. Tehát elmondja egyszer az ember, ha valaki értelmes megérte, valaki tudja magát figyelmezni, megérti, neki kell. Valahol nagyrészt neki kell ezt a gátat megcsinálni, hogy akkor ezt most nem. Na hát akkor beszéltünk úgy gondolom elég sokat erről a Salgó-Tarján mérkőzésről, meg hát úgy gondolom fogunk is majd még a közeljövőben. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a szomszédvári rangadon. És a végén itt az alapszakasz végén a 18. fordulóban a nagykörös csapatával zárja a sort az EKF Eger. Hisz nekem itt a papíron az van, hogy nagykörösben lesz a meccs, de viszont az előbb azt mondtad, hogy nagykörösen, előbb azt mondtad, hogy itthon. Igen, mert ugye ott a terem foci kupa miatt el kellett cserélnünk a páraválasztó jogot, ezért fordítva lesz, tehát ők jönnek most. Értem. Ez a 4 mérkőzés van tehát, és hát úgy gondolom, hogy azért a 4 meccs függvénye az, hogy hogyan zárjuk ezt az alapszakaszt, hiszen itt azért a megítélés is teljesen más lenne mondjuk egy 4 győzelem, adott esetben 4 győzelemmel, mint hogyha mondjuk itt esetlegesen 2 rangadót elbuknánk, hát erre ne is gondoljunk, hiszen ugye itt az alapszakasz után a rájátszásnak a lebonyolítása változott megint a tavalyi évhez képest, tehát úgy tűnik, hogy ez is egy ilyen mozgó dolog, tehát évről évre változtat a szövetség a versenykiíráson, ami a rájátszást a playoffot illeti. Itt pont a felvétel előtt Váci Péter ezt osztotta meg velem, hogy miként változott a tavalyi évhez, hát akkor arra kérlek, hogy a kedves nézőket is világosítsd fel, mi lesz a változás idén. Annyi a változás, ugye visszatérünk az a rendszerhez, hogy a keleti első 4 helyzet játszik a nyugati első 4 helyzettel egy oda-vissza mérkőzést, ugye ez 8 mérkőzés. Az azután kialakuló 1-8. Helyig ugye kialakul a táblázat, és akkor az első 2 helyzet a bajnoki döntő, hogy játsz a 3.-4. ugye a 3. helyre, és így tovább 5. és 7. helyen játszanak a csapatok. A döntés a 3. helyre levő mérkőzés 2 győzelemig megy, az 5. és a 7. helyér megrendezendő mérkőzés pedig egy oda-vissza kuparendszerű mérkőzésen fog eldőlni. Azt nem mondtad, hogy a pontokat hogy viszünk, vagy minden eredményt viszünk munkával, vagy csak az egymás eredmény? Hát ezt Szerdám említett, hogy azért van egy kicsit nyomás minden csapaton, minden mérkőzésen, mert minden vereséget visz magával minden csapat. Na és akkor arról is beszéljünk kicsit, hogy nyugaton mi a helyzet, hiszen azért gondolom, hogy fél szemmel mindig kacsingattok át a nyugati tabellára. Melyik csapatokra kell ott figyelni meg, hát ki az, aki ott mondjuk a nyugati bajnoki címje? De tör elsődlegesen. Hát hogyha most kicsit örülhetünk, mert rengeteg pesti csapat van az elején, tehát ha utaznunk kell, majd az nem lesz akkora probléma. 2-3 győzelmes csapat van, meg 2-4 győzelmes most jelenleg az első 4-ben. Ha azt nézzük, hogy 4 vereséges, bocsánat. Ha azt nézzük, hogy nekünk is 4 vereségünk van, akkor abból ki is derül, hogy nem is fogjuk még lecsúszva egyelőre semmiről. A Bonyhád is 3 budapesti csapat van jelenleg az első 4-ben, és nagyon úgy tűnik, hogy ez azért meg is fog maradni. Azért gondolom, sokat adnátok érte, a Bonyhád nem lenne ott, ugye? Nagyon nem szeretjük őket. Már nyilván nem mint személy, vagy nem emberileg van velük bajok, hanem hát ha van mumusa ennek a csapatnak, akkor az a Bonyhád. Hát igen, még 4 év alatt, vagy 5 év alatt nem sikerült nyerni ellenük, úgyhogy. Sőt, annak idején a Hész még a MB2-ből a feljutásért játszandó mérkőzéseken is tőlük miattuk búcsúzott el, úgymond a feljutástól, úgyhogy valóban ez így van. Ti is figyelgettek azért így a játékosok is? Gondolom az interneten mindig nézitek a hétvégi eredményeket. Mik lehetnek az esélyek szerinted itt a rájátszásban? Vagy kiknek örülnétek? Hát annak szerintem annak örülnénk a legjobban, hogy, mert ugye az első 5 helyen 4 pesti van és a Bonyhád, tehát annak örülnénk, hogyha még esetleg valahogy kicsúszna a Bonyhád és 4 pesti csapattal tudnánk játszani, mert szerintem ezek közül talán az MTK Török Bálint az, aki kisebb problémát jelentene. A Honvéd erősödött? Hát meg a TF van még benn most, tehát kellemetlen stílusú. Maradék 4 pesti csapat az inkább a brusztolásáról híres, meg fiatal gárdákról van szó, de szerintem nekünk nem jelentenének problémát. Na és akkor most egy kényes kérdés, ami azért
mindig az a vágyakat is takarja, meg a realitást is. Egyrészt mivel lennénk elégedettek a bajnokság végén hanyadik helyen itt a jelen állás szerint, illetve a másik az, hogy mik a vágyok, tehát mi az, amire oda lehetne még, oda kellene érni, szerintetek. Szerda kezdjét. De te sem maradsz ki. Hát a vágy az egyértelmű, az első hely. Tehát helyes. Jó van. Én az ilyen nyilatkozatokat szeretem a legjobban, hát sportoló az így gondolkodik. Szerintem nincs kérdés. De szerintem, hát hogyha a realitásnál maradunk, akkor én már tudnék örülni egy éremnek is. Hát meg mi is, hiszen akkor az egy óriási előrelépés lenne, hiszen ugye tavaly negyedikek voltunk, egy lépés kellene a dobogó felé, Peti, te? Mivel azt mondod, hogy a jelenlegi állás szerint, ezért én azt mondom, hogy a vágy az a bajnoki döntő, és amit realitás szerint azért el lehetne érni, az a bronzérem, én is azt mondom. No hát akkor reméljük, hogy ez így fog majd sikerülni. Kedves nézőnek annyit tudunk mondani, hogy az alapszakaszból hátralévő 4 mérkőzést, ahogyan megszokhatták az eddigiek során is, természetesen láthatnátják majd itt a Létszám televízióban, aztán meg ugyebár a playoff részeket, és hát a budapesti meccsek akkor biztos, hogy jók lesznek egyébként, hiszen azért ott hát például a Honvédnak is van egy kis szurkolótábora, az MTK Török Bálintnál van? Annak ott is nézzük, a Masznál is szoktak lenni. Én azt gondolom, hogy maga, ha még van egy percünk, maga a rájátszás is színvonalasabb lesz, mint a tavalyi rájátszás volt, mert ezek a budapesti csapatok, vagy ha mondjuk a budapesti csapatok és Bonyhád, ezek kimondottan jó felkészített csapatok, és tényleg jó kosárlabdát játszanak. Valóban, ahogy Szerda mondta, brusztulós is kemény kosárlabdát, de jó kosárlabdát. Hát akkor, hogyha valamiért örülhetünk ennek az újabb versenykiírás változtatásán, akkor ez az, hogy több mérkőzés lesz, és még több meccset látunk. Több és jobb. Köszönöm szépen. Nézzük a hétvégén vízilabda mérkőzést is rendeztek az EKF Egerfud Imola csapatának. Igazság szerint nem volt most teljes forduló a férfi OB1-es bajnokságban. A decemberből elhalasztott 9. fordulóbeli mérkőzést játszották most múlt hét szombaton. EKF Egerfud Imola Kaposvár, a 0 pontos sereghajtó Kaposvár érkezett Egerbe, és hát nagyon-nagyon jó lett volna győzelemmel venni ezt az akadályt. Jó lett volna, ebből kiderül, hogy sajnos nem sikerült megnyerni ezt a mérkőzést. Íme, hogy miért, láthatják kedves nézőink a mérkőzés jegyzőkönyvét. 8-5-re nyert a Kaposvár itt a Vicskei Uszodában. Hát gyakorlatilag, ami a vereségnek az első számú oka, véleményem szerint itt a harmadik és a negyedik negyedben egyetlen egy darab gólt tudtunk lőni hazai pályán. Ez sokat mondó adat. Igazság szerint nem volt egy jó mérkőzés ez a fiúknak. Tóth Péter vezetőedző egyébként így is nyilatkozott a mérkőzésről, hogy hát a legrosszabbkor játszottunk, a legrosszabbul. Úgymond, itt lehet látni a mérkőzés jegyzőkönyvét még egyszer, tehát a gólszerzőket. A vendégeknél Berta volt 3 gól a legeredményesebb, emberelőnyök mutatója is hát elég sokat mondó. Hazai oldalon 8-ból 1 gól született, vendégrészről pedig 7-ből semmi, tehát 15 forból egyetlen egy emberelőnyös gólt látott a közönség. Sajnos ez így alakult, igazság szerint itt a tabellán, amit most kedves nézőink láthatnak, változás emiatt nem történt, maximum annyi, hogy a Kaposvár felére dolgozta hátrányát a főiskolás fiúkkal szemben. Maradtunk a 12. helyen, 13. a Fradi 6 ponttal és 14. a Kaposvár, most már nem pont nélkül, 3 egységgel. Hétvégen egyébként a kosárlabdás fiúk mellett a vízilabdások is játszanak, íme a hétvége sport programja EKFS részről. A pólósok kezdik a sort, szombaton 11 órától a budapesti hajós uszodában játszanak az OSC gárdájával, tehát Tóth Péter tanítványai. Aztán időrendi sorrendben tovább haladva az EKF Fegerhész Tiszaújváros mérkőzés 18 órától a Leánka úton, és vasárnap a női kézilabdások is elkezdik a tavaszi, remélhetőleg aranyérembe torkolló menetelésüket a Kecskemét ellen. Hát ez is egy olyan párharc, úgy gondolom, az Eger Kecskemét tekintetében, ahol teljesen egyértelműek az esélyek, már úgy a szerencsérét az Eger javára, hiszen a Kecskeméten is 22 góllal nyertek, aztán a lányok ősszel a bajnokság első meccsén. Ezt a találkozót 16 órától rendezik a Leánka úti Eszterházi csarnokban. Jó hír egyébként, hogy a tervek szerint mind a 3 mérkőzést láthatják majd kedves nézőink jövő héten, akik nem látogatnak ki az eseményekre itt a Licom televízió képernyőjén keresztül legalábbis mindenképp. Én köszönöm szépen a fiúknak, hogy itt voltatok. Köszönjük. És hát tényleg egy nagy kalappa mindenkinek ezt mondom, hogy itt vannak, de hát valóban ez így van. Ott leszünk akkor ezen a 4 alapszakasz meccsen, aztán hát
várjuk azt az egy kis lépést, de nagyon-nagyon nagyon nehéz lépést, hogy egyel előrébb lépjünk, és meglegyen az a régóta várt dobogós helyezés. Váci Péternek és Szerdahelyi Ádámnak tehát köszönöm, kedves nézőinknek pedig a figyelmet. Most utánunk megtekintetik az EKF Eger Fudimola Kaposvár vízilabda mérkőzést, holnap ilyenkor a firkászokkal jelentkezünk, azután pedig a kosárlabdás fiúk hétvégi találkozóját. Maradjanak tehát velünk, minden jót, viszontlátásra!